Szeretettel köszöntelek, Nógrádi László Naves, a Jóga mindennapi életben rendszer jóga oktatója. Most egy interjút szeretnék veled készíteni, abból az alkalomból, hogy egy jóga oktatói képzés zajlik most, amelynek te is egy előadója vagy. Először szeretném megkérdezni tőled, hogy mi a civil foglalkozásod, néhány szót mondjál magadról, azt szeretnénk kérni. Hárjon, én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezt a videót nézi. Hát a civil foglalkozás, én az energiaiparban, villamos energiaiparban dolgozom most már több mint 20 éve, magam számára is meglepetésként, mert nem sok közöm volt egyébként ehhez az iparákhoz. Voltam, nagyon sokáig dolgoztam ügyfélszolgálaton, most egy ilyen háttér segítő munkás vagyok, gyakorlatilag ilyen folyamatokat szabályozok és hasonlókat, de szerencsére régebb óta jogázom, úgyhogy mindig csak átmenetre gondoltam ezt a munkát. Igen, emlékszem, hogy elég érdekes történeteket meséltél a munkádról annak idején. A jogával hol és mikor találkoztál először életedben? Hát egyébként gondolkoztam ezen, és a legelső találkozás, az érdekes, hogy nagyjából 12 éves lehettem, és a Szeged mellett a faluban, a Domaszéken, ahol éltem, ott a kultúrházban volt egy ilyen show, egy föllépés, és ott az a varázsló, vagy az az ember, aki ott mindenféle furcsaságot előadott, egyszer csak ilyen ágyékkötőre vetközött, és ilyen furcsa gyakorlatokat mutatott be. Ez később esett, évekkel később, ezek jóga ászanák, jóga gyakorlatok voltak. De egyébként 15 évesen én kollégista voltam Szegeden, és az osztályfőnökünk kezdett el jógázni. Egyébként a jóga a mindennapjában rendszernek az volt talán az egyik első tanfolyama, vagy akkoriban itt Szegeden. Ez 88 tavaszán volt, és akkor ő kitalálta az osztályfőnökünk, hogy annyira jó ez a jóga, hogy az egész fiú osztálynak, ugye fiú osztály voltunk, szintén jógázni kellene. És akkor a Szántos, a Nagyica jött el, mi voltunk az első tanfolyama, oda a kollégiumba, de én igazán három alkalom után úgy abba hagytam, mert hogy hát ez nekem úgy nem tetszik. Aztán fél évvel később vegetáriánus lettem, és amikor vegetáris lettem, akkor beszereztem azt a nagyjából kettő darab szakirodalmat, amit lehetett kapni, akkoriban volt egy Ola Andornak a Reformkonyha című könyve, meg idősebb Sirila Györgynek volt egy Vegetáriánus könyv című könyve, egyébként annak a hatására lettem vegetáriánus, és akkor a Reformkonyhában is többször leírták azt, hogy nem elég csak a táplálkozásra figyelni, hanem a mozgásra is figyelni, tehát kell valami rendszeres mozgás. Én meg nem szerettem futni, utáltam a tesi órát, nem tudtam úszni, és akkor jóga. Ó, hát én már jógáztam, mert hogy voltam három alkalommal, és hogy egy évvel később, 89-ben jött az ötlet, hogy akkor elkezdek jógázni, és ahogy mentem az utcán, ki volt téve egy művelés álltak az ajtára, hogy jóga tanfolyam kezdődik, és akkor én beiratkoztam, és azért pedig jóga minden nap életben rendszer tanfolyama volt, úgyhogy 89 ősze óta gyakorlatilag azóta ismerem és gyakorlom a jóga mindennapi rendszer. Akkor egyenes volt az utad a jóga mindennapi életben rendszer felé. Igen, és igen, azt hiszem. Egyébként utána egy évig gyakoroltam, így tanfolyamokon, és utána meg lehetett találkozni Budapesten Swamijivel, egy ilyen hétvégi programon 90 júniusában Óbudán, ahol nagyon jól éreztem magam, de ott nem lettem tanítvány. Igazán úgy el is ment az információ, mert hogy lesz mantra beavatás, vagy bármi ilyesmi. Igen. És utána volt egy nyári tábor Kétegyházán, amiről nem tudtam, ugye akkor nem volt még Facebook, meg internet, tehát így nem kaptam értesítést róla. Viszont ebből a nyári kétegyházi táborból Számzsi eljött egy este Szegedre előadást tartani, 90 augusztusában. Hát az előadás végén föltette a kérdést, hogy egyébként meg ki szeretne mantrát, és akkor így többen, így én is szeretnék, így fölgyűjtöttük a karunkat, és mondta Számi, hogy senki nem készült mantrabeavatásra, mondta Számi, hogy jó, akkor papír, ceruza, és diktálom. És akkor le lett diktálva a mantránk, ugye ez volt a mantrabeavatásunk, még málát sem kaptunk, mert nem volt senkinél mála, ugye a szervezőknél. Azt utána novemberben kaptam akkor Pesten volt újra egy program, és ott részt vettem egy ilyen ünnepélyesebb, szép mantrabeavatáson, és ott kaptam a málamat. Igen. És számodra mit jelent jóga oktatónak lenni?
elég hamar, mármint magamhoz képest elég hamar belecsöppentem ebbe a dologba, 93-tól oktatok. Az első tankönyv az Mórahalmon volt egyébként, Szegedtől 20 kilométerre. Hát a joga, 96-ban volt egy jogoktató képzés, és azt végeztem el, és ott az egyik legelső előadásom mondta azt talán Krisztalandő, hogy számítsanak az első instrukciója a jogoktatók felé, hogy legyenek egy csatorna, legyenek egy, ami átfolyik a tudás, tehát az isteni fény, Mahaprabhuji, a Guru Parampara tudása átfolyik, és ugye akkor jó egy csatorna, hogyha nem ad hozzá semmi pluszot, nem vesz ki semmit a vízből, hanem csak átáramlik rajta. És valahol mindig ezt próbálom megvalósítani, hogy egyfajta ilyen csatornaként működni. Nem mindig könnyű természetesen, mert valahogy az ember fáradt, meg nyűgös, meg nehéz volt a munka, és utána kell leülni jogórát tartani. De azért azt tapasztalom, vagy azt élem meg, hogy amikor leülök, és ott vannak szemben a hallgatók, és becsukjuk a szemünket, és elzengetjük az Om mantrát, ott valami csodálatos dolog történik. És onnantól kezdve nem azt számít, hogy én Nógrád László Naves ott ülök, és akkor én oktatok, hanem csak csatorna próbálok meglenni. Úgyhogy ez Számics azt is mondta nekünk, szerintem többször is, de jó régen is említette azt, hogy gyakorlatilag mindannyian, akik tanítványai vagyunk, jó oktatók vagyunk, mert hogy minden napokban mindig is képviseljük a jogát. Próbálok így élni. Amikor ügyfélszolgálatom voltam, akkor ennek azért sok hasznát vettem, mert a kollégáim számára mindig én voltam, jaj, te jogász volt, te nyugodt vagy. És akkor egy ilyen biztos pont, hogy nem lehet kilengeni. Tehát nem kiabálhatok az ügyféllel, majd egy órával később meg jó órát tartok. Tehát, hogy ez így nem működik. Igen. És számodra a négy jóga útból melyik áll legközelebb? Én azt hiszem, hogy a bhakti jóga. Ugye itt a Kali jugában, a vaskorszakban mi élünk, hogy a bhakti jóga az az út, amivel elérhetünk a legfelsőbbhöz, de maga a bhajanok, a szatszangok, ami úgy nagyon-nagyon benne van a bhakti jógában, ezek úgy közel állnak hozzám. Igen. A jóga neved is bhakti jóga név? Hát ez egy jó kérdés. 92-ben kértem a nevemet Számicsitől, és akkor az is egy két-egyházi tábor volt, és akkor leírta egy papírra, este így megkaptam, rá volt írva, hogy Naves, és olyan boldog voltam, és szaladtam fűhöz, fához, hogy mit jelent az, hogy Naves, mit jelent az, hogy Naves, és akkor úgy gondoltam, hogy aki nálam régebb óta jogázik, tehát már 3 vagy 4 éve legalább jogázik, mert mindenki profi hindi, meg szanszkrit nyelvből, gondoltam én, és senki nem tudta, Naves, hát ezt nem is hallottuk, és akkor a Swami Bhajananda, aki most Új-Zélandon él, ugye már jó régóta, ő mondta, igen, hogy hát ő se hallotta még ezt a szót, de megnézi szótárban. A Naves az azt jelenti, hogy Nava Isvara, Nava az a fiatalság, vagy az ifjúság, Isvara az ugye Isten, vagy védelmező, tehát a Naves az ifjúság védelmezője. Lehet, hogy ezért találkoztam így a gyerekjógával is sokszor, meg, vagy így futott bele az életembe, meg ugye a vépen, meg mindenfelé gyerekjóga foglalkozásokat is tartani. Valahol egyébként azt is jelenti talán, hogy azt a fiatalos elkövetett saját magamban is megőrizni. Tehát már igaz, hogy már ősz a szakállam, meg a hajam, meg már nem vagyok fiatal, de belülről azért mindenképpen ilyen fiatalosan élni, meg szemlélni a világot. Igen, hát a gyerekek körében egy legendává váltál, azt elmondhatjuk. Pedig nem volt tudatos a dolog. A 90-es években cserkészkedtem egyébként, így Domaszéken, Szeged mellett, és az nagyon sok olyan inspirációt adott, amit egyébként a gyereki jogában is tudtam használni. Az ilyen játékosság, meg a gyerekekkel így közösen kialakítani egy-egy foglalkozásnak a menetét, mert egyébként ugye van egy fontos jogoktatói elv, ugye ez a felnőttekkel való gyakorlásnál is, hogy amikor leülünk, akkor azt mondja Számics, hogy mérjük fel a hallgatóknak az állapotát. Tehát lehet, hogy én Barikatú Pranayamot akarok gyakoroltatni egész órán, de ha éppen nagyon fáradtak, akkor relaxálni kell tulajdonképpen. És a gyerekekre ez talán hatványozottan igaza, hogy én kitalálhatom azt, hogy mit szeretnék velük gyakorolni azon a foglalkozáson, de nagyon-nagyon látni kell a visszajelzést. És ilyenkor sokszor egy-egy játék, hogy na álljunk fel, és álljunk körbe, és tapsoljunk, játszunk, ez sokat segített, amikor ilyen átlendülni ilyen nehezebb pontokon. Igen, a ram-szam-szam. Például. Mi a kedvenc jóga gyakorlatod?
Hát nagyon szeretem a gerincs csavaró gyakorlatokat, mert hát ugye alapvetően a munkám révén irodai munkát végzett, tehát ott ülök egy irodaszékben, sokszor naponta, 8-szor, 2-szer, 3-szor fölállva, csak mert hogy állandóan munka van, szükség van erre, tehát érzi a testem, hogy szükség van rá. Emellett meg hát a meditáció, a mantra gyakorlás az még, ami, ha lehet mondani, hogy ilyen kedvenc gyakorlat. És itt a jogaoktató képzésben majd miről fogsz beszélni nekünk? Nem a gyakorlásról, hanem majd májusban lesz az előadásom, a jóga mindenféle rendszernek a Magyarország, hogy hogyan jelent meg a jóga egyáltalán Magyarországon, meg a jóga mindenféle rendszer. Egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és egyébként azért is örülök ezeknek az interjúknak is, amelyek így készülnek, mert hogy mindenki hozzátesz egy kis apró momentumot, hogy mi történt vele az elmúlt évtizedekben, hogyan találkozott a jógával, hogyan ismerkedett meg a jóga mindenféle rendszerrel, vagy Szvámizsivel. Hát egyfajta ilyen archívum is ez. Gyakorlatilag ugye 2023-ban 45 éve lesz az, hogy Szvámizsi először Magyarországra jött, tehát egy nagyon nagy múltunk van így ebben az országban a jóga mindennapi rendszerrel, és hát úgy gondolom, hogy azért meg kell valamilyen szinten őriznünk ezt az emlékezést, emlékezetet, hogy hogyan kezdődött el. Kristalantól nagyon sok történetet hallottam, ami úgy megmaradt bennem is, ebbe az előadásba is többet is beépítettem, hogy milyen áttételekkel jutott el a jóga mindennapi rendszer például Magyarországra. Egy történetet szeretnénk hallani tőled, ami így a jóga életedben kiemelkedő esemény volt. Itt mondták, hogy voltál busszal Indiában annak idején. Hát igen, nagyon-nagyon sok történet van, ami ugye az elmúlt 3 évtizedben történt, de talán ez egy olyan emlékezetes volt. Nekem úgy alakult az életem, hogy eddig egyszer voltam Indiában, 93-94 telén, ami egy buszos utazás volt. Az egyik cseh asram vásárolt egy lepukkant, leharcolt buszt, aminek kilincsen nyílt az ajtaja, de egy ajtaja volt elől, és most szerveztek egy ilyen nemzetközi utazást, tehát egy csehek, szlovákok, magyarok, szlovének és horvátok voltunk, így összesen 40-en. Magyarok is voltunk 11 évként így a buszon, tehát nem egyedül voltam így magyarként. És hát ez egy csodálatos utazás volt. Decemberben indultunk, december 12 vagy 13-án, és hát szenteste érkeztünk meg gyakorlatilag Indiába. Nagyon szerettük volna a Jaipur asramba megérkezni, de akkor még nem volt Delhi asram. Másnap érkeztünk meg, tehát 25-én érkeztünk meg Jaipur asramba, úgyhogy valahol az autópálya szélén megálltunk, és ott volt a szentestünk. Ilyen mindenféle nyelveken karácsony dalokat énekeltünk, és így volt karácsony. De egyébként két hetes volt maga az utazás oda, meg aztán két hét volt vissza februárban, és hát olyan majdnem másfél hónapot töltöttünk itt Indiában. Csodálatos volt, tehát volt egy körutunk, ugye Jaipur, akkor a Katu asram, Kailash asram, akkor utána ugye egy Jodamba voltunk nagyon sokat, onnan egy nap elmehettünk Szvámizsivel Nepálba, ahol Holy Gurujival találkoztunk, mert akkor éppen ott élt, úgyhogy hatalmas inspiráció volt, és hát rengeteg élmény, meg rengeteg kaland ért bennünket így a maga az utazás alatt is. Szvámizsi azt mondta, mert hogy tehát volt februárban talán egy VP ilyen hétvégi szeminárium, és akkor annyit mondott, mi ugye nem értünk addigra haza. Mondta, hogy hát megyek a repülővel, és lenézek, és látom, hogy a buszot kanyarok Pakisztánba, meg Iránba, és szépen-szépen lassan megy. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Hát az akár egy külön beszélgetés is megérne, hogy milyen kalandok voltak, de talán egy-két ilyen kis epizód, vagy ilyen apróság, hogy még odafelé, tehát ugye úgy mentünk, hogy Magyarország, után Románia, Bulgária, Törökország, Irán és Pakisztán, és ugye úgy India. Egyébként nagyon furcsa az, hogy ez gyakorlatilag 29 éve, most már lassan 30 éve volt, és hogy mennyit változott a világ, hogy szerintem ma a mostani politikai helyzetben nem lehetne megcsinálni ezt az utazást. Tehát, hogy annyira szenzitív ott a iráni-pakisztáni rész is.
Egyébként például ugye vízum kellett több országba is, és Iránba csak odafelé kaptunk vízumot, és csak 5 napra. És akkor kérdeztük, én is mentem fel a Budapest iráni követségre, vittem a Szegedről, mentünk azt hiszem 5-en, 4 hölgy és én, és akkor én vittem föl így meghatalmazással az útleveleket, hogy kérjük a vízumot, és akkor ilyen döbbenten néztek ránk, hogy nők akarnak menni Iránba. Hát mondom, tulajdonképpen nem Iránba akarunk menni, hanem Indiába, csak ott van Irán, tehát hogy át kell rajta mennünk. Mondták, hogy hát még nem igazán adtak úgy vízumot európai nőknek, hogy csak úgy átutazzanak. Ezt mondták 93-ban. De hát mi mennénk Indiába, és azért ott volt ez a isteni lila, ez az isteni játék, hogy elszedték az útlevelünket, és mondták, egy hónap múlva menjek vissza a vízumokért. És akkor visszamentem egy hónap múlva, odaadták a vízumot, és mondták, hogy hát akkor 5 napra, tehát 5 napunk van arra, hogy átutazzunk Iránon, 2500 km egyébként így átelenve Irán. Kérdeztem, hogy mi lesz akkor, ha nem érünk át 5 nap alatt. Én mondták, hogy baj. És az a döbbenetes egyébként, hogy tényleg 5 nap volt, amíg átértünk Iránon. Ja, és csak odafelé volt vízumunk. Azt is kérdeztem, hogy hát mi vissza is érnék. Ó, mondták, hogy Delhibe is van iráni követség, majd ott kérjünk visszafelé vízumot, de ott már 3 nap alatt megadták a vízumot. Amikor jöttünk visszafelé, így Pakisztánból átmentünk Iránba, akkor csatlakozott hozzánk egy ilyen rendőr vagy katona, aki szerintem megfigyelt bennünket, meg úgy kísért is bennünket, meg volt neki egy ingyen útja az egyik határtól a másikig. És hát ugye most Iránban ugye történnek ilyen mindenféle tüntetések, ugye a hijab viseléssel, hogy a nőknek ugye ilyen kendőt kell viselni, meg az arcokat el kell takarni, és hát nekünk is az volt a buszon, hogy a hölgyeknek kendőt kellett viselni, fekete kendőt, hogy ha leszálltunk mostóba vagy bárhova, akkor anélkül nem, tehát fedetlen fejjel nem is mertek. De mindezek mellett, tehát 93-ról beszélünk, maga az iráni emberek nagyon kedvesek voltak egyébként. Pakisztán is egy teljesen más világ volt, ahogy ott az a Pakisztán talán 3 nap volt, és a térképen ott volt az Indus folyó mellett egy autópálya, hogy majd azon tudunk haladni, de a valóságban még akkor építették az autópályát. Tehát csak így a sivatagban így lassan ment a buszunk, és akkor az Indus folyón egy hatalmas híd vezetett át, és akkor fölszállt egy katona, és akkor mondta, hogy hát itt csak akkor mehetünk át, hogyha fizetünk 200 amerikai dollárt. És akkor a Milos, a sofőrünk, aki csak így nagyon kicsit beszélt angolul, de ilyen angyali, ártatlan ember, így rámosolygott így a katona, és mondta, hogy hát nekünk, mi szegények vagyunk, nekünk nincs 200 amerikai dollárunk. És akkor mondta a katona, hogy hát akkor adjunk 200 pakisztáni rúpiát, az 30-ad annyi, mint a dollár, vagy legalábbis akkor úgy volt az árfolyam. Mondta a Milos, hogy hát mi Indiába megyünk, nekünk nincs pakisztáni rúpiánk, mert hogy nincs fel szükségünk. És akkor egyébként meg úgy nagyon a buszon tiszta ilyen asraméletet éltünk, tehát hogy napi 2 étkezés volt, mert a busznak a hátsó részén ki voltak szélve az üdvés, ott volt a konyha, tehát menet közben főztek, volt 2 szakácsunk, és de annyi csomagunk volt, hogy nem lehetett járkálni így a buszon, tehát hogy mindig előre, a hátra adtuk az edényeinket, meg előre adták az edényeket. Napi 2 étkezéssel volt, meg volt talán 3-szor tea, egyébként magyarokat énekeltünk, gyakoroltunk, tehát egy ilyen kis zarándoklat volt valóban, és hát időnként meg ilyen magyaros kazettákat is hallgattunk. Ugye volt egy ilyen sorozat, amit a novicáriak adtak ilyen magyarokról, és akkor mivel hogy pakisztáni rúpiánk se volt, így a végén a katona azt mondta, hogy hát akkor adjunk egy kazettát, és akkor hát itt már érezte a Milos, hogy nem lehet feszíteni a hőt, és mondta, hogy hát akkor válasz egy kazettát ezek közül, a bajzsanos kazetták közül. És hát persze Pakisztánban élnek hinduk, tehát lehet, hogy éppen az a katona az éppen hindu nemzetiségű volt, de az is lehet, hogy egy mohamedán volt, aki utána lelkesen hallgatta a Mahrugyi bajzsanyait adott esetben. Biztosan nagyon tetszett neki. Azért és ennyire lehet, hogy tetszett is neki. De visszafelé például megálltunk Amritsarban, a szikeknek az aranytemplománál, azt is megnéztük. Puskárban voltunk az egyetlen Brahma templomnál például, tehát hogy ilyen tényleg ilyen nagyon-nagyon szép dolgokat is láthattunk. És hát Jordan ugye most 2023 őszére van az Ómasramnak ugye az avatása így előirányozva, hát amikor mi voltunk ott, akkor még csak néhány épület állt,
és az ómasrangnak még a helye sem volt kijelölve, gyakorlatilag az ómalakú épületnek, tehát még annyira az elején volt így az építkezés, akkor jelölték ki, segítettünk mi is ott vinni a mérőszalagot, a szvasztika alakú iskolaépületet akkor jelölték ki, tehát még Jordan még nagyon a kezdetekben volt. De hát ott láthatjuk a videókon meg, akik voltak kint, hogy aztán óriási fejlődésen ment keresztül. Egy számodra fontos idézetet szeretnék még, hogyha elmondanál nekünk, ami ezzel is zárnánk le, azt hiszem, a beszélgetést. Aranytanításokból nekem, ami nagyon sokat segít, meg segített, az a legelső aranytanítás, amit a villantot kinyitjuk. Mahaprabhuji azt mondta, szeresd Istent tiszta szívvel. Ez számomra egy ilyen vezérfonal, hogy történhet bármi így a mindennapokban, meg az életben, de tulajdonképpen ugye bhakti jóga, ugye itt a Káli jógában, tehát hogy idézőjelben csak ennyi a dolgunk, hogy szeresd Isten tiszta szívvel, és akkor minden működik, minden rendben lesz. Köszönöm a szép idézetet, és akkor ezzel zárnánk a beszélgetést. Hari Om. Köszönöm szépen. Hari Om, Hari Om. Várjuk az előadásodat. Köszönöm, Hari Om. Szeretettel.